Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel Puskás Lajost, akit azért hívtam el. Hát Lajoskám, hagyd meséljek egy kicsit. Szóval nemrégiben avatták a Puskás stadiont. Igaz, hogy nem rólad nevezték el, de neked nagyon sok közöd van ahhoz a stadionhoz, mert nagyon sokszor, amikor még nem hívták Puskásnak, én mondtattam volna, hogy Puskás Aréna, mert ott annyi gólt rúgtál, hogy a nézőknek mondom, hogy ugye hát a mondjuk a 66-os veretlen bajnokcsapat tagja, csak mondtam, mert többszörös, meg minden. Szóval, hogy a rangadókon többet szereztél az én gyűjtésem szerint, mint Farkas János. Hát azért az már 34-33, és ez úgy, hogy ugye te egy időben már középpályást játszottál, míg a Jancsi nem játszott soha át, épp csak előre tolva. Hát én azért hívtalak el, hogy beszélgessünk a stadionbeli emlékeidről, mert tényleg nekem sok tekintetben rólad is, ha mondom, eszembe jut. Hát például az, milyen különleges, hogy 64-ben, amikor először játszották kettős rangadon, akkor negyed óra alatt bevágták kettőt a Fradinak. Nem lehették különösebben lábbalázas. Valóban így volt. Én nekem túl nagy differenciát, különösen az elején, nem jelentett, hogy most hol játszom helyileg, Népstadionban vagy a Vasas pályán. Na várjál, itt megszakítok egy pillanat. Hát ez mégis ott ült 65 ezer néző, mondjuk ezen a Vasas-Ferencvároson. Debrecenben előzőleg maximum 20 ezer néző ült, sokszor, ha ült 20 ezer néző Debrecenben, de azért 20 ezer és 60 és a hatalmas stadion, nem? Valószínű, hogy a mérkőzés előtt jelentett. Míg fölkészült, holnap játszunk, mindjárt kezdődik a meccs, bementünk öltözni az ember, csak azért az idősebb játékosok megnézték, hogy hány néző van. Hát várjál, Lajos, hát most is megszakítanak, csak a szakmám miatt. Hát ugye az sem volt biztos, hogy játszol. Mert nem volt biztos, hogy te standard játékosan leszel a Vasasnak, ugye, amikor bekerültél. Tehát az, hogy mondjam, sok ember el sem mert jönni a Vasashoz, igaz? Na látod, ez se jutott eszembe akkor, nem? Hogy én nekem standard játékos kell lenni. A Rózsnay Győző bácsi elsődleges, a Tökszi Jancsi másodleges segítségével, meg a Ilovszky akaratából. Szóval nem izgultál. Kerültem ide, nem, mert azt mondták, hogy jöjjek, fogok játszani a Vasasba. Eszembe se jutott, hogy nem játszhatnék. Na de hát akkor a Vasasba játszani az olyan volt, mint a Mennyország, nem? Tudod, évek múlva, vagy legalábbis hónapok, de évek múlva jut el ennek az ember érzés, a súlya, még tudatosul benned, hogy na, hol is vagy, mit is csinálsz, mennyire vagy fontos, mi múlik rajtad, vagy milyen meccsek mehetnek el, gólt kell, oda kell érni, nem, nekem ez az elején nem eszembe jutott, de egyáltalán se nem zavart, se nem dobott föl. A lényeg az volt, hogy játszhatok, aztán nyerjük meg a mérkőzést, és tulajdonképpen kész. Jó, hát miután később edző is voltál, de ha kívülről nézed, ha bárki egy ilyen jelentőségű rangadón, amelyet ugye a Vasas 2-1-re nyert meg végül ezzel a két góllal, amelyet 14 perc alatt szereztél, az első Népstadionbeli nagy rangadós fellépésedet. Tehát kívülről nézve azt mondod, hogy valaki 20 évesen, nincs is 20 éves, két gólt szerez negyed óra alatt a akkori legfontosabb rangadón. Hát az elég jó premier, nem? Az maga a tény, igen, de hangsúlyozom, hogy mérkőzések előtt valószínű, világosan emlékszem erre a két góra. A második és a 14. percben rúgtam, mert szokatlan volt nekem is, hogy a villany újságon, ahogy jöttünk vissza fele, mind a két megjelent a nevem. Hát mondom, jó, meg ne volna, és kész, ezzel konstatáltam. És mielőtt kimegy az ember játszani, akkor is, hát hogy sokan vannak, gólt kell rúgni, a csapat, ha jól emlékszem, akkor
nem szerepelt valami fényes, igen, nem állt valami fényes helyen. 64-ben 5., 6. voltunk, és feltétlenül az motoszkált bennem, hogy muszáj gólt rúgni, muszáj nyerni, mert hát mindenki azt mondja, már a vezetők, hogy föl kell zárkózni, ez a meccs nagyon fontos. Valamilyen ilyen gondolatok járhattak a fejembe, de mondom, hogy nem perdöntő vagy kiemelt volt ez akkor nálam. Utána igen, már a mérkőzés után nagy valószínűséggel, igen, meg mikor... Hát mondjuk ez biztos vagyok benne, nem tudom, de abban biztos vagyok, hogy ez szerepet játszott abban, hogy te bemaradtál csapatba, tehát hosszú időre úgy értem, hogy egy törzsgárdista lettél. Hát az egy ilyen nyitány, az sokakban sok nagy nyomot hagy, még a vezetőkbe is nyilvánvaló. Hát azért így nem mindenki szokott bemutatkozni. Én bennem mindig az motoszkált, hogy gólt kell rugni, ki kell használni az ígyszereket, meg kell verni az ellenfelet, hogyan tudok alkalmazkodni, illetve helyezkedni a Mahos Ferinek, a Matesz Imrének, és a többi játékosnak ahhoz, hogy valamelyikünk, a Farkas vagy én, oda kell érnünk a kapu elé, az egyiknek a rövidre, mondta Rudi bácsi később, a másiknak a hosszúra, kísérni kell egymást, egyedül nem sokat érnek, ketten már valamit, szóval ilyennek foglalkoztattak, és ezek kötötték le, az már habatortán, persze, hogy jól esett, hogyha az ember gólokat rúg. Ezzel a Puskás-Farkas kettőssel az volt a helyzet, ugye, hát először is azt aki, hagyj jegyezzem meg, ugye gyengén szerepeltünk, éppen 5.-6. helyen álltunk, mondtad, mert ugye a Vasas 4-szer volt bajnok a 60-as években, és egyszer veretlenül. Szóval, hogy hát ez ebben abban az évben, amikor 5.-6. helyen állt a Vasas, és ez a 2-1-es meccs volt, akkor a Vasas még kétszer megverte a bajnok Ferencvárost. Ez volt az egyetlen olyan szezon a 60-as években, amikor kétszer nyert a Vasas, a Ferencváros 3-0 volt a második, és megnéztem, és rúgtál egy gólt, Farkas Jancsi rúgott 2-t a másikon, és te rúgtál 1-et. Arra emlékszel egyébként a 3-0-ra is? Ne, a 3-0-ra? Ja, nem a 66-os 3-0-ról. Nem. 64-et? Nem. Na jó, akkor beszéljünk a 66-os 3-0-ról. Na most azt mondom neked, 66-ban, hát ott csodákat csináltál. Ezt komolyan mondom. Hát először is ugye egy hónappal a Magyar-Brazil után, amelyet ugye Liverpool bárra egyre megnyertük, 30 nappal a Magyar-Brazil után szóló meccs volt a Vasas-Ferencváros. Hát azt gondolom, hogy mindenki, tehát 85.000 nézőt írt a Képesport, hát abszolút teltház volt, mindenki a brazil verőket akarta látni, közben vetőleg azért megkérdezem, hogy te benn voltál a keretbe, ugye a VB keretbe, de talán, ha jól emlékszem, nem voltál Angliában, hanem itthon. Így igaz. Hogy nem vitték ki az összes játékost, hanem a nem tudom, 3-4-et. 18-at vittek ki, és 22-t lehet nevezni, a Géci Pista, a Nagy Antal, a honvédos Nagy Antal, a támadó, igen. Az Ihász Kálmán meg én, itthon készültünk, a Vasas pályán készültünk, az Orszi Pista bácsi felügyeletével, az edzés a következőből állt, mondom, 3 mezőnyjátékos, abból hát ketten, a Nagy Antal meg én, igen-igen gyorsak voltunk. Az Ihász Kálmán jó közepes futógyorsasággal, és egy kapus volt. Az edzés abból állt, hogy nagy pályán játszottunk kiskapura. Képzeld el! Teljes pályán? Teljes pályán. Az Orci Faj Pista bácsi azt mondta, hogy ez van, ő az elején ott volt, a végén egy negyed óra múlva, vagy 20 perc múlva visszajött. A harmadik tréningen már mi is leültünk, amikor a Pista bácsi elment, már mi is leültünk, azt vártuk, hogy visszajöjjön. Ha valaki kitalálta, hogy te ott a csap, azért jó lenne, ha bevizeznénk magunkat, mert a világon semmi értelme volt. Szóval én itthon így készültünk idehaza,
Aztán azt hiszem, hogy 3-4 nap múlva az megsérült a Szepesi Guszti, és az Ijász Kálmánt kivitték. Igen, de nem játszott. De nem, onnantól te... kezdve nem kellett járnunk készülni. Edzése. Készülni. Na most inkább arra lettem, ez óriási történet, csak arra lettem olyan kíváncsi, hogy hát amikor azt mondta a Baróti, hogy hát jó, benn vagy a keretben, de nem viszel. Az milyen érzés volt? Ivánkám, őszintén megmondom, én már nem tudok visszaemlékezni, természetesen rosszul esett, illetve nem is rosszul esett, hanem én is szerettem volna ott lenni. Ez más, mint az az érzés, ha fáj valami, vagy nagyon rosszul esett, rosszul esik, de azt hiszem az volt bennem, hogy hát jó lett volna, hogyha kijutok. Hát mert teljesen abszurd, nem, hogy 4 játékost így, miért nem vittek el? Nem tudom. Hát ez... De? Nem tudom, ezt meg kellene a Hegyi Gyula bácsitól kérdezni. Persze. Nem hát hiszem, hogy ez a Lajos bácsi múlt. Nem tudom, már edzői fejjel visszagondolva, hogy teljesen mindegy volt, hogy most 3 ember itthon rohangál, meg egy kapus. De annak a 3-nak nem volt mindegy. A 3-nak nem volt mindegy. Én azt hiszem, hogy a nagyant is igen foglalkozott vele, az Ijász Kálmánnak nagyon rosszul esett. Hát azt tudom, de akkor már ő rosszba volt a Barotival, mert ugye hazajött egy túráról. Igen, lehet, de az Ijász Kálmánnak arra emlékszem, hogy nagyon rosszul esett. Igen, tudom. Hát igen. Igen, mert 65-ben is, hát akkor is ugye hazajött Dél-Amerika előtt, és mert hogy megsérült Frankfurtban. Igen, nekem nem igen volt, nem hogy nem volt, az események gyorsan zajlottak egymás után, játszhattam, gólokat rúgtam, aztán abban az időben nősültem is. Hát meg kétszer bajnok voltál egymás után. A Marika nevű feleségemmel Debrecenből akkor került föl. Szóval gyorsan követték az események egymást, és úgy... Hosszabb ideig nem foglalkoztam semmivel. Na jó, egy hónap telt el a magyar-brazil. Vasas Ferences az első kettő találkozik a Népstadionban. Szóló meccsen mondom, de nem is kettős. Zsúfolt ház. Eredmény 3-0, többi. Első két gólt a velem szemben ülő ember lőtte. A második az olyan gól volt, hogy nyugodtan mondhatom, hogy majd szétszakadt a háló, akkor a lövés volt távolról. Ezt erre határozottan emlékszem, nem igen szoktam álmodni, nem igen szoktam előtte foglalkozni, de előtte való éjszaka valami megjelent, motoszkált a fejembe. Elsősorban az, hogy gólt fogok rúgni. A második, erre határozottan emlékszem, az első gólra nem igen, de a másodikra, arra igen. Hát azt nem csodálom. Arra igen. Egészen röviden a története az, hogy volt a Füster Feri keresztbe rúgott egy labdát, kicsit hosszabbra sikerült, na de olyan, hogy akár rövid, vagy akár hosszabb volt a labda, a kelleténél, hogy ne menjünk utána, az Ilovszky úrnál ez lehetetlen volt, meg kellett próbálni a lehetetlent is. Én annak kötelességből utána mentem, persze rohantunk, és előttem a Szűcslősnek volt vagy másfél méter, 2 méter forja, a Géci kimozdult a kapuból, és mielőtt a Szűcs hozzáérhetett volna a labdához, én ráordítottam, hogy lögd meg. A Lajos, nem tudom mi, meglökte, a labda elgurult a Géci mellett, nem elgurult, elment a Géci mellett. Én hála Istennek összeütköző Géci Pistát, Szűcsöt ki tudtam kerülni, nem kerültem közéjük, hála Istennek. A Lajos az adott egyet a Gécinek, de én kikerültem, és hirtelen az villant át az agyamon, hogy ajtóablak nyitva. És akkor ez olyan... megállítottad a labdát a gólvonalon. 16-17 méteren történt. Én erre a 11-es pont környékén eszméltem rá,
És a labda nem gyorsan, de ütembe gurult a kapu felé. Utolértem, hát mondom, ezt nem kellene elhamarkodni rá, és akkor szépen behessegettem a labdát. Hát ráléptél, táncoltál egy keveset a gólvonal előtt. Igen, én ezt két dolgot szeretnék még ezzel kapcsolatban megjegyezni. A Géci azt mondta, hogy ha élni akarsz, az ötös közelébe ne kerülj az elkövetkezendő. Ezt nem csodálom. Az elkövetkezendő. De mi vezetett arra, hogy elkezd táncolni? Megálltott a labdát, és ott táncoltál. De hessegettem befelé, csak aztán, semmi. Hát de hát a labda, de meg ott táncoltál gólba, az egész vasostában rúg már be. Egy kicsit ízé. Tehát a Géci az nyomatékosan fölhívta, nagyon jó viszonyban voltunk, családostól nagyon jó viszonyban voltunk. Azt mondta, hogy ha élni akarsz, ha elkövetkezendő időben, ne gyere az ötös közelébe. A Szűcsnek a mai napon meg fog róni érte, ha találkozok legközelebb vele, mindig megköszönöm, hogy sztárt csináltam belőled. Belőlem nagyon rendes vagy, Lajos. Köszönöm szépen az asszisztenciát. Igen. Na most 66-nál még egy kicsit leragadnék, mert szerintem, hát annak a Vasasnak volt néhány egészen káprázatos mérkőzése, nemhogy évada is, de talán az összes közül, amit én láttam, a legnagyobb gála az a Sporting elleni 5-0 volt a Bekbe. Ugye a Sporting Portugália bajnoka, Portugália VB bronzérmes volt, világklasszis csapata volt, bár Magyarországnak is világklasszis csapata volt, de azért az, hogy egy portugál bajnokot 5-0-ra, és utána kint 2-0-ra, tehát 7-0-ás összesítéssel kiütni, az óriási, de amit ott játszott a Vasas azon a meccsen, az és ugye hát abból az 5-ből is 2 tied volt. Igen, kettő, első rugott a Bakos Sanyi, a Népstadionot nem a keleti, a másik kapuba rúgta. Tacsvonalról. Igen, azt be akarta adni a Sanyi, csak de nem ismerte el. Külsőre lecsúszott neki, és be a hosszú felsőbe bement. Mi szaladtunk annak rendjében, ugye szerint a rövidre, meg a hosszúra a Jancsival, tehát közé, de a Sanyinak hál' Istennek lecsúszott, beossont. Én megmondom őszintén, a sajátomra tudom, hogy két gólt rúgtam, a Jancsi is két gólt rúgott, arra is emlékszem, hogy a Szepesi Gyuri ott mindjárt a vonal mellett egy interjút csinált mind a kettőnk, vagy kettőnkkel együtt, és hát mérkőzés előtt az motoszkált a fejünkbe, hogy meg kell ezeket verni, hogy nemzetközi porondra kikerüljünk, számításba vesznek bennünket, és ez egy portugál csapat, jó nevű játékosokkal, nem ismertük személyesen őket, nekem személy szerint nem is volt mód korábban, tehát igyekeztünk túljutni a két mérkőzésen. Hát viszonylag sikerült. Viszonylag sikerült, és a döntő dolog azt hiszem az volt, hogy a csapat fiatal volt, a csapat nagyon akart, sok erőszakos játékos volt benne, szóval ma úgy fogalmaznak, hogy nyerő típusú játékos volt benne. Hát és villámgyors volt a csatársor. Ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, hogy motiváltak voltunk a fenét. Hát ha az ember nem motivál, akkor minek megy oda? Hát szóval ez nem szeretem ezt a kifejezést. De ez is az szintén, hogy az a Rudi bácsi találta ki, hogy bajnoki meccsekre, hogy nekünk nagyon sok pontunk lesz, mert üres a zsebünk. Ha a zsebünk tele lesz, majd kevés pontunk lesz. És ez bizony így van, így volt, nem volt, nemhogy gazdag játékos, de tulajdonképpen azon kívül, hogy egy szolgálati lakásunk volt, talán egy Trabant, talán egy 850-es Fiat, amit elintéztek,
soron kívül, a vezetőink azon kívül a világon semmi nem volt. Hadd mondjam el, a Molnár Dezső sok hónapon keresztül, illetve a felesége meghatározta, hogy ma a mosógépért játszunk, mert arra gyűjtenek, most a, mit tudom én, miért gyűjtünk, kanapét kell venni, vagy ágyneműt kell, tehát mindig megvolt, és ezt nagyon sok játékos mindig megjegyezte, hogy Dezső máma, mire gyűjtünk, vagy miért játszunk. Igen, de azért ezt hozzáteszem, hogy Mészöly Kálmán azt mondta, és ez valószínűleg így is volt, sőt, a belülről tudom, hogy így volt, hogy a, mi mármint a ti generációtok, azt tanultuk a Bundzsákéktól, Mahos, az előző generációtól, hogy a Vasas az egy, hogy milyen közösség, hogy ide tartozni, és mi ezt átvettük. És ez ennek nyilvánvaló, tehát a mosógépen túl, ez egy nyilvánvaló, hogy abba a csapatba játszani, tehát volt egy szelleme annak a csapatnak, annak a klubnak, amely tagadhatatlan, hogy hozzásegítette a szellem is ahhoz szerintem. Én egy szegmens mondtam el csak igen, most, hogy igen. Egy közvet, jó, nem egy közvetlen inspirációt, tehát egy közvetlen igen. Célt, az egy sokkal átfogóbb és egy sokkal magasabb rangú dolog volt, hogy aki bekerült én a 60-as évekre a Bundzsák Konta Kalcsi, a Kárpáti Béla, a Kamarás és a Radó Jóska, szóval ezeknek a Bárfi, a Szilágyi, majdnem sor, a Csori, Csordás Lajos, szóval sor, az egy nem fogalom, de egy olyan közösségbe kerültébe, ahol nem lehetett rosszul viselkedni, nem lehetett nem arrogánsan, még szerénytelenül se viselkedni. A fiatalabbak végtelenül tisztelték az idősebbeket, az idősebbek tényleg végtelenül szerették, segítették a fiatalokat. Szóval egy olyan közösség volt, akkor nem érezte az ember ennek a súlyát. Csak az idők folyamán, ahogy hát az eszünk is megjött, tudtunk ezen el, vagy gondolkodni, vagy az embernek ez is eszébe jutott, hogy egy végtelen jó és összetartó, szeretetteljes közösségbe kerültébe, ahol mondom, nem lehetett, de eszedbe se jutott, mert nem jutott eszedbe, nem tudom miért. Hát igen, és futballozni is kellett, tehát bizonyos színvonalon. Az a harmadik megint dolog, hogy ebben a csapatban is, mondom, összejöttek erőszakos játékosok, azt már nem tettem hozzá, nem a szerénységem miatt, hogy azért jó néhány játékos, ki ne hagyjak valakit, nem akarok senkit felsorolni, igen, tudtak futballozni is, tehát ha azért oda került, akkor nem csak fogadkoztunk meg, nyilatkozatok hangzottak el az akaratról, meg a, hogy most mi le, ez, hanem nagyon tudtak futballozni. Hát olyannyira, hogy 66-ban, amikor veretlen bajnok volt a Vasas, mondom még egyszer, akkor volt olyan válogatott mérkőzés, hogy a kezdő 11-ben 7 Vasas játékos játszott. Igen. De szóval az azért önmagáért beszélt. Én azt hiszem, hogy ez megtiszteltetés volt nem a klubnak, hanem annak a 7 játékosnak, hogy egyszerre oda tudtunk kerülni, de ha érdem szerint osztogatnak valamit, akkor adott pillanatban mind a 7 játékos megérdemelte. A válogatottal kapcsolatban hát sokat beszéltünk mi egymással, és egyszer megkérdeztem, hogy hát 7-szer voltál válogatott, miközben az ország legkiválóbb csapatainak, és egyébként a Vasasról, ahogy mondtad, a Sportinggal kapcsolatban, szóval a Vasas kétségbe Európa klasszisú csapat volt, az egész nemzetközi sajtó így írt róla, hogy a abszolút nemzetközi csapat, hogy hát 7-szer voltál válogatott, és kérdeztem, hogy nem vagy egy kicsit csalódott egyszerre miatt, és nagyon határozottan azt mondtad, hogy miért lennék csalódott? Hát örülök, hogy 7-szerben voltam a csapatban, abba mezőnyben 7-szer játszani is. Mielőtt erre válaszolnék a következőt, engedd meg, hogy megjegyezzem, hogy tényleg egy nagyszerű
képességek szempontjából egy nagyszerű csapat jött össze, óriási menedzselési, ma így hívják ezt, menedzselési hiba volt, hogy abból a csapatból többszörösét nem tudta kihozni a vezetés. A válogatottról beszélsz? Nem, vagy a Vasasról? A Vasasról beszélek. Abból a csapatból, hogy a 65-ös, 66-os csapatból nem tudott többet kihozni. Ez súlyos vezetési hiba volt. De a sorsoláson is múlt 66-ban, az Inter pozíció, volt a... Pozíció, ha akkor utána való évben. Ja, ha visszaemlékszek, a vezetés, a pozícióharcok, tehát ez egy másik... Hát a képesség tekintetben mindenképpen világklasszisú csapat volt. Én képességek, csak azt hangsúlyozom, hogy súlyos vezetéshiba volt, abból a csapatból nem többet kihozni. Jó, és akkor most a válogatottság? Amikor a válogatottságot számoltam, határozottan mondom, és... hogy elégedett voltam, tudnilik. Persze, hogy jól esett. Persze, hogy szerettem volna ott lenni. Hányszor volt a tartalék? Hát legalább 30-szor, nem? Hát sokszor. Nem számoltam meg, de sokszor ültem a padon. Na most erre, amit kérdeztél, mindig azt szoktam mondani, hogy vedd elő az ujjaidat és számoljál. Tihi még akkor is játszott az elején. Albert, Rákosi, Göröcs, Farkas, Bene, Dunai, ez már 7. És ez mind belső, 3 kellett csak. Na most, ha 1x3, aztán még 1x3, a számba kész. És bizony... Hát olyannyira, hogy a Dunai Anti 69-ig nem tudott játszani a válogatottban. Ezek bizony a jobb képességű játékosok voltak akkor. Na most 69 után 70-ben pedig a Vasas, megint csak azt mondom, hogy a vezetésen belül, megint csak azt mondom, hogy az edzőknek döntő részük van benne, meg akik összehozták a csapatot, meg akiknek rendet kellett volna csinálni. A játékos meg, hát a könnyebbik dolga, könnyebbik végét fog, igyekszik megfogni, és későn jön arra rá, amire már réges-régen föl kellett volna ezt eszmélni, akkor is volt még sok jó képességű játékos, nem volt rend, nem volt fegyelem, és hát érdemtelen, kimerem jelenteni most már, ha belekezdtem el, megmondom, hogy érdemtelenül jutottak, vagy választottak ki edzőket. Jó néhány nem volt arra predesztinált, hogy egy Vasas klubnál edzőként szerepeljenek. Név nélkül ennyi. Jó, hogy ne legyen ilyen szomorkás a befejezés, van még 2 perc. Én 72-ből, amikor már középpályán játszottál, emlékszem egy Vasas Ferencvárosra a Népstadionban, 5-2 volt a vége, 2-2, rendben van, 2-2 volt a félidő. Meséld el, hogy kirúgta a második félidő 3 gólját. Hát ha úgy kérdezed, és tőlem kérdezed, akkor valószínű, hogy én egy, de mind a hármat. Egy gólra emlékszem, arra biztos, hogy emlékszem, a keleti fél kapuhoz ment a szöglet, vagy a 16-os sarkától egy, vagy 2 méterre beljebb, vagy 2 méterre hátrább, a Géci Pista védett, és összeállt ott a sorfal, vagy 3-an, 4-en oda mentek, de a Géci kiabált kifele, hogy nem kell sorfal, nem kell sorfal. Hát nem, próbáljuk meg, odaállt a Pista rövidre, és túl nagy helyet hagyott a hosszú sarok felé. Nem hiszem, hogy 10-ből 2-3-szor úgy eltalálnám a labdát, de lehet, hogy egyszer se. A lényeg az, hogy akkor 1-ből 1-szer eltaláltam, jobb belsővel, vagy belső rüsszel,
Én már mikor elhagyta a lábam a labda, én már láttam, hogy nagyon jól fele indul el a labda, és az oda is ment, ahova én elgondoltam, hogy jó lenne odarugni, oda is ment, a védők nekiestek a Pistának, én csak annyit jegyeztem, hogy Pista, kellett volna a sorfal. Hát Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát a Puskás Stadion újjáavatása örvén is, vagy kapcsán is elmesélted azokat az időket, vagy azoknak az időknek néhány részletét, amelyekre persze én nagyon elevenen emlékszem, amikor az én megfogalmazásomban általad is Puskás Aréna volt a stadion. Köszönöm a nézőknek a figyelmet, egy hét múlva találkozunk, a viszontlátásra.